Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A törzs ma is ülésezett, megfeszített munka folyik a háttérben, ezért nem tudtunk ma sem pontosan az eredetileg meghirdetett időpontban kezdeni. Köszönjük szépen a türelmüket és a megértésüket. Napközben láthatták, hogy nőtt a fertőzöttek száma, ezzel együtt nő a megelőzésen, a gyógyításon dolgozóknak a feladata is. Ami a sajtótájékoztató menetét illeti, maradnánk a tegnap megkezdett metodikánál. Kérem, fogadják el, hogy keretek között kell tartanunk a tájékoztatót, ezért most is mindenkinek egy kérdésre lesz lehetősége az elhangzottakat követően. Most felkérem Lakatos Tibor rendőrezredes urat, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőjét, tartsa meg tájékoztatóját. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogy Önök azt már tudhatják, 6 újabb megbetegedést regisztráltunk Magyarországon az elmúlt 24 órában. Mind a 6 beteg kórházban van, és mind a 6 betegnek jó az állapota. A betegek egy része kontaktszemély, másik része pedig új megbetegedés. Ma 12 óráig a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának bevezetése óta a magyar és a szlovén határon 35.905 ellenőrzést hajtottak végre kollégáim, és 549 magyar állampolgár esetében rendelték el a hatósági házi karantén intézményét. Továbbra is egy fő van, akit mentőszolgálat szállított el egészségügyi intézménybe, és 445 fő belépését tagadtuk meg az országhatáron. Az operatív törzs, ahogy már kollégám említette, ma is ülésezett és megfogalmazott néhány ajánlást. Az egyik ilyen, amit most szeretnék Önökkel ismertetni, hogy az operatív törzs arra kéri az ügyfeleket, a kormányablokok ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalásra menjenek az ügyeik intézésére a kormányablokokhoz, és csak rendkívül indokolt esetben keressék fel úgy személyesen az okmányirodát, hogy a kormányablokot, hogy előtte nem regisztrálnak és nem kérnek időpontot. Nyilván ez is egyik lehetséges módja a tumultus elkerülésének, a nagyobb létszámú ember együttlétének a megelőzésének. A kész okmányokat az eddigi megszokottaktól eltérően nem személyesen kell átvenni a postástól vagy a postán, hanem a kész okmányokat postai úton fogják megkapni levél szerinti kézbesítés szabályai alapján. Az ezzel kapcsolatos jogszabálymódosítás előkészítése folyamatban van. Többször elhangzott már, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma gondoskodik az egészségügyben dolgozók egészségügyi védelméről. Több ezer doboz maszk jutott már el házi orvosokhoz. Az elmúlt hetekben közel 3900 doboz maszkot vehettek át a mentőállomásokon a háziorvosok, de még további 1700 maszk átvételre vár, ezek közül a legtöbb itt Budapesten található. Mai napon elkezdődött a mentőszolgálat által kiszállítása azoknak a speciális maszkoknak, amiről már tegnap említést tettem. Ezeket az országos mentőszolgálat a megyeszékhelyekre szállítja, ahonnan majd a tisztifőorvosi eljárás rendben foglaltak értelmében a házi orvosok átvehetik azokat. Nem szükséges az, hogy személyesen vegyék át ezeket a védőeszközöket, meghatalmazással a házi orvosok más kollégái is megtehetik ezt. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, ezredes úr. Most felkérem dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár urat, tartsa meg tájékoztatóját. Tisztelettel köszöntöm Önöket én is. Az elmúlt hetekben a magyar oktatás irányítás két komoly kihívással kellett, hogy szembenézzen. Egyrészt egy járványügyi kérdéssel, hogy milyen intézkedések lehetnek szükségesek az oktatás területén, másrészt pedig egy oktatásügyi szemponttal, hogyan és milyen módon tudjuk megszervezni ennek ellenére az oktatást, akkor is, hogyha hosszabb, huzamosabb időről beszélhetünk. Ezért állítottuk fel a koronavírus oktatási akciócsoportot, amely tegnap megtette a javaslatait. A javaslatunk nem a szünet, nem a bezárás, hanem egy új tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése a magyar köznevelési és szakképzési intézményekben már hétfőtől. A kérdés tehát az, hogy máshogy kell az oktatást folytatni, az iskola nem bezár, hanem más módszerekkel dolgozik tovább.
mit jelent ez a gyakorlatban. Egyrészt az iskolába bejárás kérdése kapcsán. Az intézményvezetők számára azt gondolom, hogy a munka szervezése érdekében ilyen szabályozás születik majd, természetesen szükséges a bejárás. A kollégák esetén, pedagógus kollégák esetén, abban az esetben, hogyha otthon nem rendelkeznek olyan digitális eszközökkel, amelyekkel a tanulókkal való kapcsolattartást el tudják végezni. A tanulók számára az oktatási célú intézmény látogatást megszüntetjük. Otthoni felügyeletre lesz szükség a tanulók esetében. Kis csoportokban elsősorban családok, illetve a szomszédok bevonásával. Fontos az, hogy a nagyszülőket most is védjük, többször elhangzott ezen a tájékoztatón, ők a leginkább veszélyeztetett csoport, ne a nagyszülőkre bízzuk a gyermekek felügyeletét. A javaslat elsősorban is tényleg az, szomszédság összefogva kis csoportokban néhány gyermekkel, és ez arra is módot ad természetesen, hogy egyfajta rotáció érvényesülhessen, tehát beosztásban a munkavégzők és a felügyelők tudják ellátni, és szükséges ellátni a gyermekek felügyeletét. Fontos azt is kiemelni, hogy ahol ez nem megoldható, hiszen a szülő bármilyen módon ezt nem tudja megoldani, az iskolákban biztosítunk egyébként gyermekfelügyeletet, ugyancsak kis csoportokban, csak indokolt esetben. Ezt a tankerületi központok, illetve a szakképzési centrumok szervezik. Nem jelenti ez azt, hogy csak az állami intézményekben, adott területen történik meg a gyermekfelügyeleti helyszíneknek a kijelölése. Még egyszer hangsúlyozom, szeretnénk, ha ez nem lenne tömeges, de ahol erre szükség van, mert más módon nem megoldható a gyermekek felügyelete, ott ezt biztosítani fogjuk. Fontos az is, hogy a gyermekek, amikor otthon maradnak, ténylegesen is maradjanak otthon, tehát nem a bandázás, nem a összejárás időszaka következik most, hanem szigorú otthon maradás. Ugyanez igaz arra is, hogy nem feladat, sőt kifejezetten káros, az egész intézkedés teszi azt fölöslegessé, hogyha bármilyen módon is, akár szülői, akár bármilyen szakemberek indítatására elindul egyfajta homeschooling, és 20-asával, 30-asával elkezdenek együtt tanulni, ezzel az erővel az iskolában is lehetett volna maradni, tehát mindenképpen kis csoportos felügyeletet kell megvalósítani. Fontos kérdés lehet a gyermekétkeztetés kérdésköre. Ez ugye rögzítsük önkormányzati feladat. Ahhoz, hogy ez ellátható legyen, az iskola épületeket egyébként nem zárjuk be, tehát továbbra is mód van arra mindenhol, hogy a főzés, ahol az iskola épületében történik, ott ez ott valósuljon meg. Fontos azonban, hogy az étkezőket, az iskolai étkezőket a megszokott tömeges csoportos módon nem lehet majd használni. Vélelmezzük azt, hogy azok a gyerekek, akik viszonylag tömegesen otthon lesznek, majd az ő számukra az étkezés otthon megoldódik, megoldható, ahol a gyermekfelügyeletre kerül sor, ott természetesen megtörténik valamilyen módon a kiszállítása az érintettek számára, és azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak helyben szintén igényfelmérés okán a főzési lehetőség biztosítása mellett célszerű a helyben legracionálisabb módon megoldani azt, hogy ahova az étkeztetésre szükség van, és ahol ilyen módon biztosítható csak a gyerekek étkeztetése, ott ezt megoldják. Mi történik az iskolákban? Más módon zajlik majd az oktatás, új típusú kapcsolattartásra lesz szükség, erre rengeteg digitális platform áll rendelkezésre. Az, hogy hogyan és milyen módon érdemes, milyen eszközöket ajánlunk, erre még a mai nap folyamán egy módszertani útmutatót teszünk közzé, ez már elkészült. Természetesen nem egy végleges dokumentumról van szó, ezt azért is mondom, mert rengeteg felajánlás érkezik egyébként különböző cégektől, platformoktól, amelyek a védekezés jegyében egyébként ingyenessé tesznek szolgáltatásokat, vagy egyáltalán ajánlják a Magyar Oktatási Igazgatás számára. Köszönjük ezeket a felajánlásokat, és természetesen folyamatosan bővíteni fogjuk azt a repertoárt, amit fel tudunk használni, amit kínálni tudunk ennek az új típusú pedagógus-tanuló interakciónak a támogatása érdekében. Az óvodák esetén még a mai napon megszületik az a kormányrendelet, ami visszaadja a településeknek, az önkormányzatoknak azt a jogkört, hogy helyben döntsenek az óvodák nyitvatartásáról, működéséről. Az ajánlásunk itt is az, hogy hasonlóan a nyári szünidő időszakához lehetőleg a legtöbb gyereket otthon
hasonlóan kis csoportokban szülők, szomszédok megoldásával, bevonásával lássák el az ő felügyeletüket. Ahol azonban ez nem megoldható, ott az óvoda is kis csoportokban az épületen belül szétszórva biztosítsa a lehetőséget, de ez, még egyszer mondom, a kormányrendelet megjelenését követően önkormányzati hatáskörben marad. Kollégiumok esetén nem zárjuk be a kollégiumokat, de itt is vélelmezzük azt, hogy a tanulók nagy tömegben haza fognak térni egyébként ezekből az épületekből. Rögzítsük, hétvége van, jelenleg is otthon vannak, tehát az igazán életszerű az, és kérjük is, hogy ahol megoldható az otthonmaradás, otthon maradjanak. Ahol nincs más mód, és nem megoldható az otthoni élet, akkor természetesen a kollégiumok éppen ezért maradnak nyitva a köznevelés területén. Ugye itt számos olyan intézményünk is van, ahol nagyon speciális lakhatási körülményeket kell biztosítani, ezért sem rendeltünk el generális zárást. Fontos azt is látni, hogy egyébként pont a gyermekfelügyelet területén a kollégiumok is egyébként alkalmasak lehetnek arra, hogy a gyerekek szétterítése érdekében ezeket is használjuk. Az alapfokú művészetoktatás területén tudom, hogy számos módszertani kérdést vett fel, de szintén megpróbáljuk a digitális oktatásra való átállást. Ez egyes területeken könnyebb, máshol nehezebb lehet. A módszertani ajánlásban erre is ki fogunk térni. A pedagógiai szakszolgálatok esetén a Klebelsberg központ, a pedagógiai szakmai szolgáltatások esetén pedig az oktatási hivatal saját hatáskörben az általa felügyelt, fenntartott intézményrendszerben jár el és hoz olyan szabályokat, amelyek átszabják a napi működésnek a kérdéskörét. Ezek ugye olyan területek, ahol a digitális oktatásra való átállásnak a mikéntje az máshogy valósítandó meg. Rögzítsük, hogy ez egy olyan kényszerhelyzet, egy veszélyhelyzetben, ahol azt gondolom, hogy lépnünk kell, lépnünk kellett. Azt kérem mindenkitől, hogy segítsenek abban, hogy a lehető legjobbat tudjuk kihozni a tanulók, a gyerekek érdekében ebből az új helyzetből. Én kérem, hogy ne azt nézzük kivételesen, hogy mit miért nem lehet, meg miért rossz, hanem mindenki vegye elő a pozitívabb ényét, és azt nézzük meg, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, hogyan tudjuk ebből a helyzetből a lehető legjobbat kihozni. Kérem az intézményvezetőket, kérem valamennyi pedagógus kollégát, a tanulókat és természetesen a szülőket is, hogy segítsenek ebben. Azzal harcolunk a vírus ellen, amink van, azt vetjük be, ami rendelkezésre áll. Minden olyan informatikai eszközt, minden olyan módszertani tudást az intézmények rendelkezésre bocsátunk, ami rendelkezésünkre áll. Ez egy komoly kihívás, egyúttal egy nagyon komoly innovációs potenciál is. Lássa minden kollega azt, hogy hogyan tudja ő ebben az új megváltozott helyzetben a feladatait a lehető legjobban ellátni. Fontos az, hogy a gyerekek továbbra is tanuljanak, a pedagógusok pedig más módon, mint eddig, más módon, ahogy megszokták, de tanítsanak, neveljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Akkor most várjuk a kérdéseiket, köszönöm szépen a fegyelmezettségüket, és azt is kérem, hogy jelezzék, hogy mely megszólalónkhoz intézik a kérésüket. Ezredes úr. Molnár Eszter vagyok, az RTL híradójától és államtitkár úrtól kérdezném. Ugye mondta, hogy majd még készül ez a terv, de hogy valamit el tudna-e árulni arról, hogy hogyan tervezik megoldani az online oktatást a kimondottan elmaradott területeken, térségekben. Köszönöm. Az intézményekben rengeteg eszköz áll rendelkezésre, és azt is tudjuk, hogy azért a lakosság informatikai eszközellátottsága, adott esetben okostelefonellátottsága is kifejezetten jó. Mondhatom azt is, hogy az uniós átlag feletti.
Természetesen vannak olyan könyvtárak, vannak olyan digitális jólétpontok, ahol egyébként hozzá lehet férni informatikai eszközökhöz, de azt is hozzátenném, hogy számos esetben egyébként, ha helyben más módon ez nem oldható meg, akkor akár analóg módon is a telefon, a levél és sok minden más módszer is rendelkezésre állhat arra, hogy a helyben elérhető legjobb módszert vessék be. Szeretném azt jelezni, hogy a tanulmányi rendszereink egyébként képesek arra, különösen a Kréta rendszert, ami az állami informatikai rendszer ezen a téren, kifejezetten képesnek tartjuk arra, és a módszertan ajánlásra ki fog térni, hogy egyébként a kapcsolattartás, a feladatoknak a kiadása, a számonkérés ezen keresztül megvalósulhasson. Aztán voltam, amelyik a 444-től. Mondták, hogy el kell mondom, hogy kinek címezem a kérdést. Én a jelenlévő, vagy nem lévő egészségügyi szakemberektől szeretnék kérdezni, hiszen az egy teljesen új kommunikációs forma, hogy nem árulnak el már semmit arról, hogy kik az új betegek, miközben például a koronavírus.hu-n azt írják, hogyha valaki azt gyanítja, hogy ő fertőzött, és találkozott olyas valakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, akkor telefonáljon. Nem lehet tudni, hogy kik fertőzöttek már. Számos dolgot nem lehet tudni egészségügyi intézményekben. Úgy tudjuk, hogy az Uzsaki Kórházban és a János Kórházban is karanténban vannak egészségügyi dolgozók. Hányan vannak karanténban? Vannak-e diákok a megbetegedettek között? Azt úgy tudjuk, hogy mentőkben már, miután kicsi a kapacitás, a mentőben úgy viszik el a gyanús betegeket, hogy egy mentőben ülnek. Kiktől lehet ezt megkérdezni? Kiktől lehet információt kapni arról, hogy mi most az egészségügyi helyzet? Biztos érdekes, hogy Szlovéniában, a szlovén-magyar határon hány közúti ellenőrzést végeztek, de ez mégiscsak egy járványügyi kérdés. Nem lehet, mert se tegnap, se ma nem lehetett kérdezni erről. Hány egészségügyi dolgozó van karanténban amiatt, mert találkoztak koronavírusos beteggel, miközben azt mondták, hogy a védőfelszerelések megvannak? Köszönjük szépen a kérdést. Nos, azt soha nem mondtuk el, hogy kik a betegek, és soha nem is fogjuk elmondani. Személy szerint... Köszönjük. A kontaktus kutatások minden egyes beteg vonatkozásában folyamatosan zajlanak. Én tegnap elmondtam önöknek azt, hogy ebbe a kontaktus kutatásba a rendőrség is részt vesz. Azért, hogy ez minél gyorsabban, minél hatékonyabban, minél pontosabban és minél szélesebb körben megtörténjen. Azok a személyek, akik ennek a kontaktus kutatásnak a kapcsán látókörbe kerülnek és fertőzésveszélynek vannak kitéve, vagy annak, hogy esetleg megbetegedhettek, személyesen értesítést fognak kapni, és a megfelelő egészségügyi ellátásban fognak részesülni. Azt gondolom, hogy ennél többet az ő egészségük érdekében nem tudunk tenni. Az teljesen egyértelműen ki fog derülni, hogy kik azok a személyek például, akik hatósági házi karanténba kerülnek, hiszen kötelező nekik kihelyezni azokat a figyelmeztető jelzéseket, amik azt jelzik, hogy ott egy olyan személy van, aki vírusfertőzés gyanújával otthon kell, hogy tartózkodjon. Ilyen esetben természetesen például a szomszédok, azok a személyek, akik velük kapcsolatba kerültek, azok jelentkezhetnek kivizsgálásra. Azok is, akiket például ezek a személyek értesítenek, hogy kapcsolatban voltam veled, nem mondtam el esetleg mondjuk a hatóságnak, hogy én veled kapcsolatban voltam, de beteg vagyok, és kérlek, hogy menj el kivizsgálásra. Azt ne várják tőlünk, hogy személy szerint elmondjuk, hogy név szerint kik a megbetegedettek, és név szerint kikkel kerültek kapcsolatba, mert azt gondolom, hogy nek senki sem örülne, hogy itt ilyen adatokat hoznánk nyilvánosságra. Azok, akik szükségesek ahhoz, hogy orvosilag megfigyelés alá kerüljenek, vagy megvizsgálják őket, azok erről pontos információval rendelkeznek. A karanténban lévő személyek számát egyébként a honlapon önök megtalálhatják, hogyha részletesebb kérdésük van, akkor kérjük az illetékes szakmai szervezethez írásba juttassák el a kérdésüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csuha Ildikó vagyok az ATV-től, és először Maruzsa Zoltán államtitkár úrhoz lenne egy kérdésem.
Franciaországban, illetve Romániában, de Ausztriában is azoknak a szülőknek, akik arra kényszerülnek, hogy otthon maradjanak az iskolás gyermekükkel, az állam valamilyen módon kompenzálja a kieső fizetésüket. Franciaországban például betegszabadságra mehetnek 20 napra, de az osztrákok például 3 hét után a otthon maradt szülő fizetésének az 1/3-át biztosítják. Önök ilyen esetben mit tudnak nyújtani a szülőknek? Mennyi a fizetésük, milyen részét? Nyilván a kormány ilyen ügyekkel is foglalkozni fog, de fontos azt rögzíteni, hogy ez nem egy tanúgyigazgatási kérdés. Amitről már döntés született, az az, hogy jellemzően otthon, ahol meg tudják oldani, ott zajlik a felügyelet, illetve pontos az ilyen esetekben, ahol egyébként nincs más mód, biztosítunk gyermekfelügyeletet. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenkinek megoldást tud kínálni. Az, hogy milyen bérkövetkezménye lehet, ez egy munkajogi kérdés, ezt is meg fogjuk vizsgálni. De fognak kapni valamilyen plusz fizetést? Az állam tesz ezért, hogy ne fizetés nélküli rendkívüli szabadságra menjenek, amikor se fizetése, társadalombiztosítás nem jár majd nekik? Ugye a sajtótájékoztatón már meghozott döntésekről adunk tájékoztatást. Köszönöm. Lakatos Tibor úrhoz pedig egy kérdésem lenne. Napirenden van-e a Liszt-Ferenc repülőtér lezárása a járványveszély miatt? Egyelőre nincs, ahogy azt tegnap hallhatták, az izraeli beutazások vonatkozásában rendelt el a kormány tilalmat. Egyelőre ennél szigorúbb szabályok bevezetését nem látjuk indokoltnak. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, Szűcs Dániel vagyok a Hír Televíziótól, és államtitkár úrhoz szólna elsősorban a kérdésem. Ugye említette államtitkár úr az óvodákat, hogy visszaadják önkormányzati hatáskörbe ezeknek a bezárását. Mi a helyzet a bölcsödékkel és a bölcsödéskorú gyermekekkel? Az is önkormányzati hatáskörbe kerül-e, vagy egy egészen más jellegű szabályozás alá esnek? A bölcsödék is. Nagy Eszter Dóra, MTI, megelőzött a kollega a kérdéssel, én is ezt szerettem volna feltenni, úgyhogy kihasználok egy másik lehetőséget. De ehhez annyit kapcsolódnék, hogy megfogalmaznak-e javaslatot az önkormányzatoknak, hogy hogyan járjanak el, amellett, hogy visszaadják a szünetelrendelésének jogát ezeknek az önkormányzatoknak. Illetve Lakatos úrtól is szeretném megkérdezni, hogy több önkormányzat bezárta a fürdőjét, például a miskolci fürdőkről lehetett hallani. Ilyen intézkedést terveznek-e különös tekintettel arra, hogy Szlovákia például már ezt meglépte? Ugye a bölcsödék, óvodák vonatkozásában néhány perccel ezelőtt az ajánlás elhangzott. Természetesen levelek is mennek ki a teljes intézményrendszer részére, még a mai nap folyamán részünkről. Az ajánlás alapvetően az, hogy ahol megoldható, ott kis csoportban, otthon történjen a gyermekek felügyelete, ahol ez nem oldható meg, ott pedig a nyári ügyeleti rendhez hasonlóan települési szinten kell azt az igények és az indokoltság függvényében megszervezni. Az én válaszom pedig az, hogy az egészségügyi tárca eddig nem nyújtott be javaslatot arra vonatkozó, hogy általánosságban minden fürdőt be kelljen zárni. Ezek egyedi döntések, a fenntartók és üzemeltetők döntése. Báhegyi Zoltán vagyok a TV2-től, és Ezredes úrtól szeretném azt megkérdezni, hogy tegnap egy 41 éves magyar férfiről derült ki, hogy koronavírusos, és információink szerint az elmúlt napokban egy több száz fős rendezvényen vett részt. Hol tart az ő kontaktkutatása? Ahogy elmondtam, a rendőrség bevonásával a Nemzeti Népegészségügyi Központ folytatja a kontaktuskutatást, és folyamatosan megvizsgálják a laborok azoknak az érintett személyeknek a mintáit, akik kapcsolatba kerültek akármelyik megbetegedett személlyel. Jó napot kívánok, Bíró Marianna vagyok az index.hu-tól, és azt szeretném kérdezni, személyiségi adatokat természetesen nem sértve, hogy egészségügyi dolgozó van-e a ma frissként közölt új megbetegedettek között, és hogy egyébként hány koronavírus tesztet végeztek egészségügyi dolgozók körében? Igen, van egészségügyi dolgozó azok között, akik érintkeztek az egyik megbetegedett személlyel. Ezzel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket a kórházak megtették.
az, hogy hány szűrés, vagy hány vizsgálat zajlik egészségügyi személyzettel kapcsolatosan, azt nem tudom megmondani önnek most sajnos. Erre nekünk külön adatunk nincsen. Bocsánat, csak jól értettem, akkor van egészségügyi dolgozó, aki koronavírusos. Nem. Mert hogy erre vonatkozott a kérdés. Akkor félreértettem, elnézést kérek, hogy rossz választottam önnek. Olyan személy van, aki a koronavírusos megbetegedettel kapcsolatba került, de koronavírus fertőzött egészségügyi dolgozó nincs. Tóth Rihárd vagyok, a HVG munkatársa. Akkor nincs olyan orvos vagy ápoló, aki pozitív koronavírus tesztet produkált volna. Ezt jól értettük előbb a rövid kis félreértés után. Illetve a másik kérdésem az, hogy a határon szolgáltató teljesítő rendőr kolléga, akinek a videót készítette a kamionos, önneki az ügye hol áll a kivizsgálás során, illetve a kamionos, aki bevallottan Olaszországba jött haza, őt felvették-e vele a kapcsolatot? Szóval az első kérdésemmel választottam, de akkor megismétlem, mert félreérthető voltam. Nincs koronavírus gyanús egészségügyi dolgozó jelenleg Magyarországon. A második kérdés, azt tegnap elmondtam, hogy ezzel a munkatársammal szemben, aki megszegte a szabályos feladatvégrehajtásnak arra vonatkozó utasításokat, fegyelmeljárás indult. Ennek az eljárásnak megvannak a szabályai. Egy nap alatt ezt az eljárást nem lehet befejezni. Természetesen az állományilletékes parancsnok le fogja folytatni ezzel a kollégámmal szemben az eljárást, és igen, megtörtént a kapcsolatfelvétel, legalábbis úgy tudom, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ intézkedett az ő felkutatására. Köszönöm szépen, Veres László, Magyar Nemzettől vagyok, és én azt szeretném megkérdezni, hogy ugye közeledik a tavasz, napról napra szebb az idő, egyre több hajléktalan honfitársunk fog megjelenni az utcákon, parkokban és egyéb közterületeken, akik hát vélhetően fokozottan kitettek a megbetegedés kockázatának, illetve vírushordozók is lehetnek. Ezredes úrtól kérdezném, hogy tervezi a rendőrség esetleg, hogy a hajléktalanok közterület használatát korlátozó jogszabályt fokozottabban fogja betartatni, illetve az is érdekelne, hogy a hajléktalan szállókon terveznek-e valamiféle óvintézkedéseket bevezetni, illetve hogy az utcai szociális munkások érdekében történik-e valami védekező intézkedés. Köszönöm szépen. Nyilván a jó idő közelettével valóban egyre több helyen tűnhetnek fel hajléktalan személyek, akik az életvitelszerű közterület használat szabásértése kapcsán eljárás alá kerülnek, vagy ilyen cselekményt követnek el, azokkal természetesen a rendőrség a szükséges eljárásokat le fogja folytatni. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy az ilyen jellegű intézkedések során eddig is a fokozott fertőzés veszélyre mind a munkatársai, mind pedig a szociális dolgozók és a mentőszolgálat munkatársai védőeszközökkel hajtották végre a szükséges intézkedéseket. Ez természetesen ezután még inkább így lesz, és azt gondolom, hogy bár a szociális ellátórendszernek a felkészültségével és az ő tervékkel kapcsolatosan jelenleg még az operatív törzs nem fog, de azt gondolom, hogy ott is meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket a vírus elterjedésének megakadályozása érdekében. Köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát, viszontlátásra!